Megszokott látvány egy irodában, hogy használatban van a számítógép és billentyűzete. Sokan azonban nem tudják ezt abba hagyni a munkaidő befejeztével sem, így otthon vagy akár nyaraláson is folyamatosan dolgoznak. Ha pedig valaki ezt nem a túl sok feladat miatt, hanem magából fakadóan kényszeresen teszi étnappal látéve, az már a függőség erős jelét mutatja. Egy friss kutatás szerint egyre több ember, ma már a társadalom legalább 7-8 a dolgozik addiktívan. Erdi Ágnes a megyei kórház szenvedély betegek aktív és rehabilitációs osztályának vezetője, 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a munkaalkoholizmus azért is veszélyes, mert sokan nem betegségként, hanem erényként tekintenek rá. Az egyen sokszor nem észlelés, hiszen az egyén azt éli meg, hogy a munkahelyén ő rá nagyon nagy szükség van, az ő munkája nagyon fontos, az ő munkája miatt nem tud szabadságra menni, nem tud pihenni, nem tudja kikapcsolni a telefonját, folyamatosan kell nézni az elektronikus eszközöket, ahol ő üzenetet kap, és azonnal dönteni kell és válaszolni kell és az egyén azt éli meg, hogy valójában folyamatosan rajta kell tartani a szemét, még a beosztottjain is, hogy azok biztosan jól végezték el a munkát, tehát van egy ilyen fokozat, teljesítmény, igény a saját maga és a munkatársai részéről is, ezért valójában az egész életét és a mindennapjait a munka körüli gondolkodás, tevékenység tölti ki. Erdi Ágnes kiemelte, a munkamánia az alkoholhoz és a drogokhoz hasonlóan fokozatosan teszi tönkre a társas kapcsolatokat. Ráadásul a függőségben szenvedőnél az sem biztos, hogy szereti a munkáját, gyakran inkább az van a háttérben, hogy a beteg magának vagy felettesének szeretne minden áron bizonyítani. Sokszor sokkal inkább arról van szó, hogy belülről van valami bizonytalanság, a belső önkép, az önbizalma nem olyan jó. És hát legyünk őszinték, sokkal egyszerűbb egy munkafeladatot elvégezni, mint érzelmi életek, életről beszélni, mint, a, mint a megfelelő kapcsolatokban lenni az emberekkel, hiszen a munkafeladatot megtanuljuk az iskolába. Elég egyszerű számításokat végezni, tervezni, még a legbonyolultabb munkafolyamatnál is. Úgy jövünk ki a oktatási évek végén, ki mennyit végez, hogy van egyfajta készség a kezünkbe. De ilyen készséget nem kapunk. Legalábbis úgy, mint egy bizonyítványt abban, hogy hogyan beszéljek a feleségemmel, hogyan tudjak ellazulni, hogyan éljem meg a mindennapokat pozitívan, hogyan tudjak hinni önmagamban, hogyan tudjam elviselni azokat a terheket és kellő erővel vinni azokat a nehézségeket, amik a mindennapi életben vannak. Erdély Jágnes hozzátette: A túl sok és felfokozott stresszel járó munka hamar egészségügyi problémákhoz vezethet. Különösen a középkorú férfiaknál jelentkezik hirtelen magas vérnyomás, infarktus vagy stroke, amelyet a folyamatos hajtás okoz. A szakember hangsúlyozta, ahhoz, hogy a munkamánia ne okozzon valakinél komolyabb, hosszantartó egészségkárosodást, a családtagoknak, barátoknak idejében figyelmeztetniük kell az illetőt szenvedélyének veszélyeire.